Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. Ez a piros színű gyertya utal a szerelemre. Ez az energia már most érezhető, de a videó végén átküldöm az energiát. Ha eszedbe jut ebben a pillanatban egy szó, akkor annak van egy jelentősége számodra. Ha én becsukom a szememet, látok magam előtt képet, ezt kipróbáljuk, majd abban a pillanatban, amikor átküldöm az energiát, ha tényleg megjelenik egy kép előttem, akkor majd elmondom azt, hogy mit láttam, hiszen ez is egy üzenet. Ez a szerelmi jóslás gyertya mágiával és ilyen kép üzenettel együtt a heti akciós jóslás, ami olcsóbban megrendelhető ezen a héten, mégpedig 6000 forintért. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Itt látható, hogy ő lépéseket szeretne tenni. Várakozik, de tudja, hogy lesznek változások. A lépéseket még nem teszi meg, hiszen vannak még korlátozások. Itt a háta mögött a botok olyanok, mint egy kerítés, amikor ő elérkezett a kerítésig, és nem tudja, hogyan tovább. Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok, vagy akadályok, de át kell tennie magát ezen. Ami még történik nála, hogy visszatekint a múltba, itt vannak emlékek a múltból, és kihat az érzelmeire. Ezek lehetnek gyermekkori emlékek, szép emlékek, de lehetnek olyan emlékek is, ami könnyeket idéz elő nála, tehát szomorúvá teszi őt. Ő átteszi magát ezen a helyzeten, hiszen itt látható, hogy a kezébe veszi a botot, tehát kezébe veszi a dolgokat, egy új irányba tekint, lezárja a múltat, átteszi magát a korlátozásokon, lesz egy új irány, és a kettes szám utalhat párkapcsolatra, rád és őre. Ami a munkahelyet illeti, ez lehet egy szerződés is. Gyorsan közeledik hozzád, hiszen megteszi ezeket a döntéseket. Ő úgy lát téged, mint egy királynő, és te megjelensz itt a képen, mint egy királynő, és uralkodsz a levegő eleme felett, ami jelenti az ötleteket, jelenti a terveket, fontos a kommunikáció, lehet, hogy kikéri majd a véleményedet, hogyan tovább, milyen irányba, milyen döntéseket kellene hozni. Itt látható, hogy ebbe az irányba tekint, így lát téged, itt lesz egy új kezdete, ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy te még fogva tartasz valamit. Mert úgy érzed, ez a biztonság érzete, ez lehet a munkahely, lehet egy párkapcsolat, vagy lakhely, inkább olyan várakozó vagy. Ő is megáll ugyan egy pillanatra, hiszen megnézi ezt az arany érmét, az lehet az anyagiak, vagy a munkahelye, de jelenti az értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Azon kívül itt ez az arany érem, az jelenti a föld elemét, tehát a reális dolgokat. Itt vannak ötletek, elképzelések, beszélgetések, de ez neki kevés, hiszen ezt ő meg akarja valósítani. És itt van hozzá az erő, az ő életereje, a te erőd. Ez az erő jelenti a belső erőt is, a hitet
ebben. És miről van szó? Itt mutatják a kelyhek, tehát érzelmekről van szó. Ő uralkodik itt a kelyhek felett, uralkodik a víz eleme felett, az jelenti az érzelmeket. Itt lesz közeledés, találkozás, átnyújtjátok egymásnak ezt az arany érmét, ami jelenti a víz elemét, és a víz eleménél érzelmekről, tehát szeretetről, szerelemről van szó. És most átküldöm a gyertyának az energiáját. Figyelj oda, melyik szó jut eszedbe, ennek van egy jelentősége. Én most becsukom a szememet, és látok magam előtt egy patakot és egy szomorú fűzfát. A szomorú fűzfa utal a múltra, az emlékekre, egy kicsit a szomorúságra is, de a patak az jelenti a tisztító erőt. Itt kitisztul valami, vagy meg lesz ahhoz az erőtök, hogy lezárjátok a múltat, ami még elszomorít benneteket. És ez volt a szerelmi jóslás, ami ezen a héten kedvezményesen megrendelhető gyertya mágiával együtt. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!